Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás. Én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy bizony a tegnapi nap folyamán már 48 ezer dollár fölött is láttuk a bitcoinnak az árfolyamát, ami pedig azt jelenti, hogy aki idén vett bitcoint, az bizony akárhogy csinálta tegnap mindenképpen pluszban volt, és természetesen a lendület még azért nem fogyott el, de rekord ez az idei évben, mármint az árfolyam rekord 48 ezer felett. Aztán a második hír, amiről beszélni szeretnék, az a Terra Luna-nak a gigantikus emelkedése, ugyanis még többi alt ugye igencsak el van maradva ekkori ragyogásától, addig a Terra Luna all-time high-t állított be. A harmadik hír pedig arról szól, hogy divathét, na de hol? Metaverzumban nagy luxusmárkák megrendezték a divathetet már a metaverzumban, a Decentraland-ben. Tehát lehet látni, hogy tényleg a metaverzumok világa bontakozik ki. Erről is beszélni fogok, és persze hozom majd a kérdéseket és azokra a válaszokat a videó második felében. És tudod, hogyha ATM-ből szeretnél bitcoint vásárolni, vagy éppen szeretnéd eladni a bitcoinodat, akkor a CoinCash ATM-jeit használva a tranzakciós díjakból 50%-os kedvezmény jár neked a BCB kód használatával. 28 ilyen ATM van országszerte. Keressétek a részleteket itt a videó alatt. És szuper a TikTok közösség, ahogy gyűlik. Látjátok, folyamatosan teszem fel a villámhíreket, villámvideókat, apró kis friss információkat. Tegnap is 4 videó került föl, ma már 2, tehát folyamatosan bővül a tartalom. És a tök jó ebben, és nagyon jók a visszajelzések, hogy tényleg ott vagytok, és akár 50 másodpercet, ó, ez a hír akkor megvan, erről értesültem, ó, ez egy kis érdekesség, és próbálom színesíteni a dolgokat. Ez is egy teljesen ingyenes tartalom, pont ugyanúgy, mint a YouTube-nak a felülete is. A lényeg, hogy ebben a piacban, ahol most vagyunk, és ugye látszik, hogy tényleg mennyire volatilis és dübörög, legyünk minél napra készebb, és használjátok ki minél több eszközt, amivel ti ezt az információt magatokba tudjátok szívni. Ezért kezdtem ezen a platformon is egy teljesen más stratégiával, tehát ezekkel a villámhírekkel jönni minden nap, és itt vagyok, hétvégén is csinálom. És persze továbbra is ugye itt van a könyv, hogyha szeretnél a kriptovalutákról többet tudni, ezzel egy nagyon jó alapot tudsz szerezni, mert tényleg úgy van megírva, ahogy a címe is mutatja, a kriptovalutákról érthetően mindenkinek. És ez a hármas csomag, amit azért ajánlok, mert ez kuriózum, hogy egy szótár könyv formájában legyen hozzá kriptószótár, és egy gyakorlati útmutató. Tehát nem csak elolvasod a könyvet, tudod tök jól értelmezni a benne lévő dolgokat, és megvan, hogy hogyan lépjél tovább. És mindez igazából tényleg csak 13 ezer forintért, ami benne lévő tudás nyilván jóval többet ér. Nos, a Patreon csoport, tudjátok, aki még több infóra vágyik, altcoin videó, oktató videó, tőlem akar kérdezni, akár napi szinten, vagy pedig természetesen a Discord csoport, exkluzív interjú, ott sok anyagot megtalál, a héten is kerülnek föl természetesen, de mindig új videók. És akkor nézzünk is rá az árakra, láthatjuk is, hogy igen, Bitcoin 47.597 dolláron, ez egy 0,7%-os emelkedés az elmúlt 24 órában, viszont közel 16-7 nap alatt. Az Ethereum 2,5%-ot ment föl, 3428 dolláron, viszont ez több mint 18% az elmúlt 7 napban. Ha megnézzük a nyerteseket, akkor Waves vezet magasan, 63%-ot ment föl az elmúlt 24 órában, Torchain 13,4-et, és ott van Loopring 12-t. A vesztesek között nincsenek nagy vesztesek, Zilliqa 5,8 mínuszban, ApeCoin 6,8 mínuszban, és ott van Elrond 5,1-et ment le mindösszesen. Most pedig jöjjön akkor az első hír, ami arról szól, hogy ugye idei rekordon a Bitcoin. A tegnapi nap folyamán 48 ezer dollár felett is volt a Bitcoin, ami idei csúcs. Ez azt jelenti, hogy aki idén vásárolt Bitcoint, az már mínuszban ezzel nem lehetett. És ez azért nagyon fontos,
Mert azért az utóbbi időben nagyon sokan el voltak kenődve, hogy ó, mennyire esik az ára, és akkor még mi lesz ebből, meg akkor rögtön már 30 ezer lesz mindjárt a Bitcoin, ami még lehet, teszem hozzá, ezt senki ne felejts el. De az, hogy most történt valami kicsit a piacon, és kicsit ott megmozdultunk, ez mindenképpen egy jó hír. Tehát nézzétek meg, ugye tegnap, pinap folyamán volt ugye ez a gyertya, ami ezt a, ugye itt kell, ezt kell mindig nézni, hogyha rámegyek a megfelelő gyertyára, az a H betű, az a high, a legmagasabb csúcsa, és az 48.240 dollár volt, és hogyha visszamegyünk egészen az év elejére, akkor mondjuk, hogy szerencsésebben nem napiban csinálni, akkor napi lemontásban lehet látni, hogy akkor itt volt január 1-én talán az eddigi legnagyobb, de az is inkább 47 ezer, tehát 48 ezer alatt volt. Szóval az azt jelenti, hogy idei csúcs mindenképpen a Bitcoinnak, és ha megnézitek, azért húztam ide, hogy egy esés, és mióta emelkedünk, azóta a Bitcoin 2 hét alatt 26%-ot ment föl nagyságrendileg. Tehát azért ez is egy igencsak jó teljesítmény. Ugye itt azért vannak ezek a szintek bejelölve, aki nézi a napi videókat, azokat már jól ismeri, hogy mindig legyen mit figyelnünk, hogy mi a következő lépés, ahova visszajöhet, vagy ahová tovább mehet. És ugye ezeket a szinteket mindig úgy keressük meg, hogy megnézzük, hogy itt is például hol volt többször egy fordulási pont, azaz ellenállás vagy támaszpont, ugye melyik szint működött annak, és minél több ilyen fordulás köthető hozzá, annál erősebbé válik. Na, egy ilyen a 48 ezer is, ahol éppen jelen pillanatban vagyunk. Viszont, hogyha visszamegyek a 4 órásra, akkor meg azt lehet látni, hogy nézzétek meg, hogy elértünk egy szintet, akkor ott van oldalazás, aztán megint megyünk kicsit föl, aztán oldalazás, most föl megint egy oldalazás. Hogyha a tendencia folytatódik, tehát az emelkedő tendencia, akkor könnyen lehet, hogy a következő célállomás az 52 ezer lesz, miután ugye oldalazunk. De azt ne felejtsük el, hogy természetesen attól függ, hogy mekkora erő van a piacban. Mert ha viszont meg azt nézzük meg, hogy milyen a volumen azért egy dinamikusabb emelkedésnek szerintem lehetne egyébként jobb, szerencsésebb lenne. Szóval azért mondjuk legyünk mindenképpen óvatosak, de itt többféle dolgot áttört, tehát ugye, ahogy beszéltünk róla, hogy ha áttöri ezt a 45-ot, akkor el fog indulni, és bizony meg is tette akkor, mert többen voltak, akik már erre a szintre vártak, ezt lehetett tudni, akik akkor azt mondták, megjátszották, és akkor go, hadd menjen, és nyilván ez Bitcoin felvásárlást jelentett. És ha megnézzük pedig 200 napos mozgó átlagot, az pedig még továbbra is ugye itt van, tehát tényleg alatta vagyunk épp, hogy, és ugye ha 200 napos mozgó átlagot megnézzük, akkor lehet látni, hogy többnyire, hogyha az alatt tartózkodunk, ez egy medvésebb időszak, és hogyha ezt mondjuk egy ellenállásként használja a Bitcoin, ahogy ezt tette jó párszor 2018 év elején, vagy utána is még ugye egy ideig, ha e fölött tartózkodik tovább, az még inkább egy bikás időszakra szokott akkor vonatkozni. Aztán ugye itt van ez a hír, ami pont arról szólt, hogy ugye már a veszteségeket elmorzsoltuk, hiszen 2022-es csúcsot állított be a Bitcoin a tegnapi nap folyamán. A Fear and Greed Index pedig, itt a cikk is arról szól, hogy ismételten a greed, tehát a kapzsiság mezőbe kerültünk át egy kicsit, bár csak épp hogy, viszont legutoljára ilyet 2021 novemberében láthattunk, amikor tudjuk, hogy ugye csúcsokat döntött a Bitcoin, utána a félelem kezdett eluralkodni, és 4 hónapja nem láttunk nagyon ilyet, hogy éppen határozottan a greed mezőbe, tehát a kapzsiság mezőbe lenne. Ugye lehet látni, hogy még múlt hónapban 26-os állt, az valahol itt lehetett, aztán még múlt héten is, tegnapi nap volt egy erős 60-as, utóbbi időben szerintem az volt egyik rekord, és a mai napon pedig 56. Ha megnézed befektetés szempontjából, hogy az amerikai befektető 11%-a tart aranyat, ez egy 2020-as adat, míg 2021-es adat szerint a befektetőknek a 26%-a tart már bitcoint, és az 56%-uk pedig tart különböző részvényeket. És azt is lehet látni, hogy a bitcoin tulajdonlás az meg háromszorozódott az elmúlt 3 évben, míg az arany és a részvényeknek a birtoklása pedig stagnál.
Ezt lehet látni, hogy innentől kezdve viszont itt van a trend, hogy a bitcoin növekszik, és egyre több befektető, itt most az amerikaiakat nézzük, de természetesen ez világszerte igaz, elgondolkozik azon, hogy tegyen-e valamennyit bitcoinba, valaki többet, valaki kevesebbet, viszont ezzel mindenképpen fog nőni a bitcoinba beáramló pénzek. Szóval ez a trend is azt mutatja, hogy a bitcoinnak mindenképpen van jövője, hiszen gondoljatok bele, hogy egy digitális világban élünk. Egyre jobban a digitalizáció irányában, hogy nyilván már benne vagyunk, de hogy még a CBDC-kel is, tehát a központi bankát, a kibocsátott digitális valuták is ezt a célt fogják szolgálni a jövőben. És ehhez képest az arany, a fizikai arany már például kezd igencsak elavulni. Tehát nézzétek meg, hogy hogyan lehet ugye küldeni, tehát most tényleg elindítod, aztán majd nem tudom, hogy a világ másik felén ott lesz x nap múlva, ha egyáltalán eljut oda, míg a bitcoin esetében pedig ott van, ahogy elindítod egy bitcoin tranzakciót, és már is pár perc alatt, átlagban 10 perc megvalósul a tranzakció, és már is ugye ott van azon a bitcoin számlán, címen, ami akár a tulajdonosa a világ másik felén is lehet. Tehát mindenképpen szükségünk van, hogy az a fajta rendszer, amit használunk, az a mi mostani tempunkhoz legyen igazítva. És a régi rendszerek ezt nem tudják kiszolgálni, ezért van mindenképpen szükség a blokkláncra, és nyilván a blokklánc technológián nem csak ezért, annak más előnyei is vannak, meg valahol egyébként hátrányait teszem azt, mert nem mindenhol kell a blokklánc technológiát alkalmazni, de viszont vannak olyan területek, ahol viszont forradalmi újításokat hoz, és mindenképpen fontos, de nyilván mindig azt szoktam mondani, hogy a kriptó, a blokkláncnak a marketingje, tehát ugye mindenki így szokta általában megismerni a blokklánc technológiát valami kriptovalután keresztül, főleg ugye a bitcoin az, amit mindenki hallani szokott először. De lehet látni, mondom, hogy egyre nagyobb az igény rá, hogy a befektetők valamilyen százalékban tartsanak valamennyi, nem felül a bitcoin, de mondjuk szatosit, ugye a kisebb része a bitcoinnak. 100 millió szatosi egy bitcoin, csak zárójelesen megjegyzem. Na jó, jöjjön akkor a következő hír. A következő hír pedig arról szól, hogy a Terra Luna, míg az összes többi kripto alt messze van még mindenkori csúcsától, addig a Terra Luna bizony mindenkori csúcsokat döntöget. A Terra Luna all time high-t ért el, azaz, hogy mindenkori csúcsot, és ez azért nagyon érdekes, tehát hogyha például megnézzük, hogy hol is helyezkedik el. Tehát azért ő benne van a top 10-ben már. A 8. helyen van egészen pontosan. És míg a Bitcoin, az Ethereum, a BNB, a XRP, Cardano, Solana, Avalanche, Polkadot, és még sorolhatnám, messze vannak a mindenkori csúcsuktól, addig a Terra Luna bizony beállította az új rekordját. Nyilván például az elmúlt 24 óra, ugye 10%-ot ment itt a cikk szerint, és a 106 dollárt is majdnem elérte. Egyébként mennyi is volt akkor most az all-time high-a a Terra-nak? Nem végítettem. Akkor 105 dollár 91 cent, legalábbis a CoinGecko alapján. És nyilván ez most nagyon nagyban köszönhető annak, hogy ugye a Luna Foundation Guard elkezdett ugye bitcoint felvásárolni, ugye a cél ez a 3 milliárd dollárnyi összeg, amit ugye mint biztonsági tartalékot tennének a decentralizált dollárhoz kötött stablecoinok mögé, a UST mögé. És ugye minden UST születésével Lunát égetnek, tehát hogy ez is viszi föl természetesen az értékét a Lunának, a Terra Lunának, a kriptójuknak, az egyiknek. Ugye gigászít, mert nyilván ezzel az... Ja, bocsánat. Viszont nem osztottam meg a képernyőt. Most a fejemben mindig az a kérdés, videóban benne vagyok, hogy honnantól nem osztottam meg a képernyőt, de szerintem akkor onnan nem osztottam meg a képernyőt, ez így lenne logikus, ahonnan mióta a Terráról beszélek. Szóval akkor csak nagyon gyorsan, sorry azért, néha egy közben jutok. Szóval itt lehet látni, hogy a Terra mekkorát ment, ugye 105
dollár fölött volt ugye itt az all time high, erre szerettem volna rávilágítani, igazából máson csak szóban beszéltem róla, és itt pedig volt a cikk maga, ami lehozta azt, hogy a Terra Luna ugye elindult és új csúcsokat dönt. Itt lehet olvasni arról, amit előbb mondtam, hogy ugye a Luna Foundation Guard az, ami ugye fölvásárol Bitcoint jelen pillanatban. Ez az egyik katalizátora most a mostani emelkedésnek is, és természetesen, hogy a Lunához köthető, innentől kezdve ennek is nagyon szépen megy fel az ára. És mindig a lényeg ezekkel a projektekkel az, hogy amikor fundamentálisan elemzed őket, megnézed a csapatot, megnézed a célokat, mi van, akkor időben kapd el, mert most már itt van az all time high, ugye mutatom, tehát természetesen itt vagyunk, és hát hát akkor most hol vagyunk ahhoz képest, ahol be lehetett volna szállni. Ezért fontos szerintem mindig időben megnézni ezeket. Egyébként zárójelesen megjegyzem, hogy erre van kitalálva a Patreon csoport, mert nézzétek meg, hadd mutassam, csak egy tényleg példa. Itt van egy múlt évi szeptember 22-i videó. Múlt év szeptember 22. Ahol, hogyha ide megyek, ahol bemutattam nektek részletesen a Terra Luna projektet, és hogy miért van ebbe fantázia, $28 van. Tehát, hogyha itt is meg tudjátok nézni, tényleg ez így van, hogyha szeptember 22-t, az nagyjából itt volt. Itt volt az esés. Ennek az esésnek az alja volt nagyjából, amikor, ez most nehéz itt belőni, de ott voltunk nagyon $28. Nézzétek, hogy hol vagyunk most. Tehát pont ez a lényege a befektetés alapú gondolkodásnak. Akik nem úgy kriptóznak, hogy tudatosan, hanem amikor hallok valamit ugrok, azok szoktak itt általában ilyen tetőkön így beugrálni, és akkor várni a csodát, hogy onnantól nagyon gazdagok legyenek. Aki megérti, hogy hogyan kell befektetni, az tudja, hogy először áldozatokat hozok, és ez azt jelenti, hogy először is időmet rááldozom, és természetesen nyilván pénzt is kell áldozni, hogy a megfelelő információk eljussanak időben hozzád. De a befektetésnek a lényege mindig az, hogy azért fektesz be, hogy az megtérüljön. Például azért működik a Patreon csoport is mindig több száz taggal, most már nem tudom én, múlt 2020 december óta töretlenül, ugyanis olyan információk mennek folyamatosan oda, aminek köszönhetően, és ez nekem a legfontosabb, nem kerül pénzbe a Patreon. Mert aki megértette, az akkor úgy volt vele, hogy jó, tessék, oké, Terra Luna projekt, 24. altcoin videó, szuper, megnézte, nyilván nem tanácsadás, mert azt azért neked kell eldönteni, te kriptózol, de az információhoz hozzájut, utána tudsz már gondolkozni, és nem csak ugye itt a napi YouTube videóban csak úgy odadobni itt a csontot valakinek, hogy tessék, projekt, ez a neve, csinálj vele, amit akarsz. Az abszolút egy felelőtlenség, tehát az nekem nagyon fontos, hogy én ezt ki tudjam fejteni, és ezért így működik a Patreon csoport, hogy folyamatosan jó projektről időben halljatok részletesen kifejtve, és akkor, akik ott vannak régóta, tudják, hogy a Patreon nem kerül pénzbe, ugyanis bőven visszajött már mindenkinek, mindegy, hogy a Cardano-t, a Polkadot-ot nézzük, a Solana-t nézzük, az Avex-et nézzük, ahol ők ott beszállót vették, még most is a piac nagy esés ugyanis többszörösén állnak. És ez mindig olyan örömmel tölt el engem, amikor látom, amikor átmenik az információk, megértik az emberek meg a mit miért, mert itt tudnak velem azonosulni. Aki szerintem ezt a csatornát kedveli, az fölfogta. Akiben ez ellenszenved gerjeszt, mert vannak is olyan emberek, az úgyse ezt a mentalitást képviselik. És azért fontos erről beszélni, mert az egész kriptózásnak a befektetés gondolkodásmód az alapja, és ez az, amit el kell sajátítani. De az emberek többsége sajnos úgy gondolkozik, hogy én csak pikpak valahogy akarok gyorsan szerezni minden információt, csak ahogy lehet így sunyiba innen megszerezni, onnan begyűjteni, semmibe nem fektetni időt, pénzt, csak meggazdagodni. És hát ez hosszú távon tudjuk, hogy nem működik. Vannak szerencsés időszakok, de hát ugye az nem teljesen ugyanaz. Nekem a misszióm az ez az egész csatornával, YouTube-bal, és ugye ami mind e köré épül, az, hogy ne a szerencse faktoron múljon állandóan, hogy te sikeres vagy, vagy nem, viszont ahhoz igenis le kell gyártanom, el kell készítenem azokat az anyagokat, hogy legyenek hozzá forrásaid.
És napról napra, én mint látjátok most a TikTok az új örület, mit tudom én, folyamatosan és még mindig minden nap azon dolgozok, hogy lesz még több információ, hogy áll rendelkezésetekre. És az a nagyon-nagyon sok ember, aki naponta is ott ír nekem, ott van, beszélgetünk, kitaláljuk, nagyon jó azokat a sikereket látni. De aki ezt nem fogja fel, annak hát nyilván nem tudok segíteni. Tehát, hogy akiben ez ellenszenvedszül, az úgysem marad a csatornán. Annak szerintem nem is kell, mert nem tudunk, nem ugyanúgy gondolkozunk a kriptóról. Aki pedig ezt megérti, azt meg látom, hogy milyen ügyesen profitál belőle. És tudom, hogy most lesz önök, azt mondjuk, már megint beszéltél a Patreonról. Igen, ember. Ha nem vagy irigy, akkor más embernek is adsz lehetőséget arra, hogy halljon információkról, és nem szabad másoktól elvenni a lehetőséget, hogy tudjon arról, hogy neki is legyen jobb. A Magyarországon nagyon sok az irigy ember, aki azt mondta, hogy ne beszélj róla, ne tudjon más róla, ne legyen csak én, csak előre, én megyek, másik nem érdekel. Ezzel borzasztóan nem tudok azonosulni, tehát ezek az emberek úgyse számít a véleményük ezen a csatornán, ugyanis én, nekem az a lényeg, hogy minél több emberhez, minél több információ el tudjon jutni. És ez egésznek a missziója, de viszont annak nagyon örülök, hogy a többség így gondolkozik, aki nem, az úgyse lesz itt, higgyétek el, az nem fogja itt rontani a levegőt. Oké, na pedig akkor a következő hír, amire most rá szeretnék menni, az pedig nem más, mint az, hogy divathetek, na de hol? Méghozzá egy metaverzumban. És bizony, divathetek. Na, de nem akárhol, hanem a Decentralandben került megrendezésre ez az esemény. Milyen érdekes, hogy hirtelen London, Párizs és nem tudom hol, kifutókból megérkeztek modellek, és most már metaverzumban vonulnak. Baromi nagy nevek, tehát itt van Dolce & Gabbana, az Giuseppe Zanotti, aztán itt vannak még alul mi, Tommy Hilfiger, Estée Lauder, és még sorolhatnám, akik részt vettek ezen a divat héten, amit a Decentralandben rendeztek igazából meg a múlt hétvégén. Ez egy 4 napos esemény volt, digitális divatbemutató, hogyha úgy tetszik. És ez is azt mutatja, hogy itt vannak ezek az óriási brandek. És akkor most teljes mindegy, hogy ez egy bank, hiszen ott van a JP Morgan, vagy az HSBC, aki csatlakozik a metaversumhoz, vagy ugye ezeken kívül még tudjuk, hogy ott van a Gucci is, az Adidas, a Nike, és a trend, ami elindult, hogy egyre több nagy brand képviselteti magát a metaverzumokban. És ez azt mutatja, hogyha ők ennyi időt, pénzt, marketinget erre áldoznak, akkor valószínű ennek van a jövőben létjogosultsága, hiszen különben ezt nem tennék. Ezek azért gigászi nagy cégek, akik nagyon megfontolják, hogy hova tegyék a pénzüket, és mit csináljanak vele. Nagyon profi csapat van mögöttük, és a trend azt mutatja, hogy 2022 végére, 23-ra a nagy cégeknek a nagy része valamilyen módon képviselteti fogja magát. És például itt tartunk már, hogy egy divat hetet meg lehet rendezni egy metaverzumban. Ugye ott vannak, itt is a cikkben is egyébként lehet látni, hogy tényleg különböző cipők, amik ugye, a vicces az, hogy ugye meg lehet ezeket a digitálisan is, NFT formájában is ugye birtokolni ezeket a ruhákat például, de ennek a fizikai ruháját is természetesen megtarthatja a tulajdonos, attól függ, hogy éppen most melyik koncepcióról beszélünk itt. De, hogy nagyon érdekes, hogy ebbe az irányba megyünk, hogy már divat hét a metaverzumban, és hát látjátok, hogy még egy évvel ezelőtt ezekről a metaverzumokról közel nem beszéltünk így, az utóbbi hónapokban pedig tényleg óriási fejlődésen megy keresztül, óriási érdeklődés van, óriási hype körülötte, és még mindig csak növekszik, tehát 2022-nek ez mindenképpen egy meghatározó trendje, én úgy gondolom. Na jó, ennyit akkor a hírekről, most pedig akkor jöjjenek a kérdések, és azokra a válaszok. És ha kérdezni szeretnék, akkor nagyon egyszerűen mindig az aktuális videó alá írjál, onnan szemezgetek és gyűjtöm be a kérdéseket, azokra hozom a válaszokat, már is osztom a képernyőt, amit előbb elfelejtettem ugye.
Azt mondja, először is szeretném megköszönni ezt a rengeteg ingyenes tartalmat, információt, amit átadsz nekünk. Ez már napi rutin, hogy meghallgassam a videóid, és hozzáteszem amellett, hogy amikor összeszered kerek az egész, még jó hallgatni is, nem száraz, nem mucsi. Na, ennek nagyon örülök, és köszönöm szépen ezeket a visszajelzéseket is. Tudjátok, kritikát mindent egyébként szívesen fogadok, mert abból tanulok, és az a célom, hogy egyre jobb és jobb legyen, amit készítek. Szóval a kérdésem, és lenne mégpedig, hogy van most ez a tömeges tőke beáramlás a bitcoinba, és ez a csodás, de honnan rengeteg bitcoin. Ugye, mivel ez nem shitcoin, így véges mennyiségű, és azok meg kint vannak felhasználóknál, nálad, nálam, bányászoknál, stb. Na most, jön egy ez a bálna vásárolni rengeteg bitcoin, de kiadja neki oda az övét. Mindig annyit el is adnak, amennyit ő venni akar, hogy-hogy, hisz mindenki kivár. Ez a mennyiség miatt kicsit értetetlen számomra. Tételezzük fel, hogy elfogy a piacra a bitcoin, és ő még mindig vásárolna, tudom, hogy felmegy az ára, de ha akkor sem adjuk el, akkor hiába van sok pénze, nem lesz neki több bitcoinja. Ha ez így van, simán megteheti, hogy fogja, akkor eladja, amit addig vásárolt, és hopp, minket padlóra küld, ő pedig ugyanezt megcsinálja majd másik coinnal. Nos, először is azt kell nézni, hogyha megnézitek, ugye, hogy a bitcoin éppen hogy áll, a kint lévő, itt látjátok, hogy közel 19 millió bitcoin van jelen pillanatban forgalomban, 21 millió várató, az utolsó 2140 körül fogják akkor kibányászni. És egy pár millió ebből még váltókon megtalálható. Tehát igazából, és ez a legegyszerűbb módja a bitcoin vásárlásnak, ugye centralizált váltóra, Coinbase, Binance fölmész, és tudsz igazából vásárolni. Ez mindig a kereslet kínálattól függ. Tehát bizonyos értelemben most is van az az ár, és eddig is mindig volt az az ár, amire azt mondják, hogy jó, én megszabadulok a bitcoinontól, én odaadom neked, és ha nagyobb rá kereslet, akkor megy felfelé, hogyha nagyobb a kínálat, akkor pedig megy ugye lefelé. És természetesen ezért látjátok a bálnáknak a nagy eladását néha, amíg megzuhantatják az árat, ezzel pánikot keltve a piacon, ugye likvidálják a különböző tőkeáttétes pozíciókat, ami még nagyobb esést okoz, és utána ők majd később szépen olcsóbban ismételten visszavásárolják. Ez abszolút egy működőképes taktika, és ezt csinálják is, ilyen módon ugye manipulálják a piacot. Szóval igazából van, ha megnézed az order bookot, a Binance-en például, de bármelyik más váltón is, akkor látod, hogy van az eladási oszlop, hogy ki mennyire szeretné eladni, és ott van a vételi, hogy ki mennyire szeretné megvenni. Tehát ott van, hogy egy csomón akarnak eladni, nem tartják, tehát innentől kezdve van az a pénz, ahogy mondani szokás, hogyha ezt eléri, akkor már ő realizál egy kis profitot, számít arra, hogy ismételten esik a piac, aztán utána majd ismételten valahogy visszaszáll. Tehát, és igen, az abszolút kialakulhat itt a jövőben valamikor, hogy a trend az már látható, hogy folyamatosan áramlik ki a váltókról a bitcoin. És egy idő után lehet lesz a pont, amikor már alig lesz a váltókon bitcoin elérhető, vagy már nem lesz elérhető. Ne felejtsük el, lehet peer-to-peer, és ugye OTC, tehát out of counter, tehát a váltón kívül is ugye megvásárolni. De a lényeg az, hogy ennek mindenképpen lesz majd egy árfelhajtó hatása, hiszen egy kereslet, egy nagyobb kereslet kezd kialakulni, viszont már nem lesz annyi kínálat, és ugye nyilván nézzétek meg mondjuk az NFT-ket. Tehát vannak olyan NFT-k, kriptopunkok, hogy nincsenek is ugye eladók hirdetve, hanem licitálni lehet rájuk, aztán majd valaki éppen eladja neked, de igazából magától nem dobja föl. Tehát van az a pont, hogy azt mondja, hogy jó, majd szólsz, hogy te mennyiért annál ért, és hogyha van az inger küszöbben ért, tehát na jó, annyira adom neked. Azért mondjuk nekem megér, és ez mindenkinek természetesen más. Szóval ez igazából így néz ki. Oké. Üdv, meg tudnál mutatni a konkrét tartalomjegyzékét a stratégiák kereskedési kurzusodnak? Igen, már is megmutatom, de azóta pótoltam a hiányosságot, mert régen fönt volt a tartalomjegyzék, meg is mutatom, tehát ugye itt annyi, hogyha rámész egyébként a blockchainbloom.com-ra, akkor ilyen az angol oldalt hozza föl, ugye átkattintasz ide direkt a pirosra, illetve a magyar oldalra, és szépen lemész, akkor itt van ez a képzés. És most már, ez már mindenki számára elérhető, itt van, hogy látjátok, hogy itt van ez, ahol az ára is van, itt van az a more. És ilyen rámész, akkor itt van leírás, és ide betettem most frissen a tartalomjegyzéket,
de aki ezt végig akarja olvasni, akkor most nagyon szépen itt egy kicsit megmutatom, aztán a videót nyilván még megállítja, hogy szeretné magának. Összesen 51, 53, mi van? 53 lesz, van azt hiszem benne, ha minden igaz, így van. Szóval ez a tartalom, és hát igen, ezekre meg azért van szükség, ez tényleg tök mindegy, hogy honnan gyűjtött be, csak legyen meg az információt, ezek alap tudni ahhoz, aki sikerre akar lenni a kriptóban, ezek nélkül nem fog menni. Csak azért mutatom tartalomjegyzéket, tanuld meg máshol, ahonnan szeretnéd, nekem tök mindegy, hogy honnan veszed az információt, csak jó információt gyűjts be, és tudjál ezekről, különben nem lesz stratégiád, és össze-vissza fogsz kriptózni, és annak hosszú távon biztos, hogy nem lesz értelme. Csak az infót tudjátok, az a lényeg. Tök mindegy, honnan szeretek. Oké. De ez az 50 napos emét kell túljusson, 200 naposon, nem a gyertya tudtommal, ez még nem jelent semmit. Ja igen, ez arról szólt, ugye megmutattam, itt már is megyünk vissza, hogy ugye itt van ez a 200 napos mozgó átlag, és akkor tegnap beszéltem arról, hogy ha e fölött tartózkodnánk, akkor az mindenképpen egy bikás időszakot jelent. De hát épp, ha megnézitek, akkor nézzétek meg itt is azon, hogy ha fölötte vagyunk, az mindig bikás, itt volt mindig a medvés, aztán ha fölé kerülünk, akkor mindig bikás, és ez még ugye jobban látszik ugye 2018-ban is például. Amire te gondolsz, az a Golden Cross, amikor az 50-es mozgó átlag keresztezi a 200-as mozgó átlagot, ezt is meg tudom mutatni, hogy hol állunk. Tehát jelen pillanatban ugye itt volt, hogy alulról keresztezte, kialakult a Golden Cross, utána nagyon sokszor van egy pici esés egyébként, és akkor utána kap egy nagyobb lendületet. Ez megszületett a Dead Cross, ami ennek a fordítottja, amikor a kisebb mozgó átlag a hosszabb fölülről keresztezi, akkor jön a medvésebb időszak, de hát jelen pillanatban azért nézzük meg, hogy erről még nem beszélhetünk, hogy ők már pacsiznak egymással, maximum üvöltöznek egymásnak nagy távolságból, hogy szia, itt vagyok, jövök már, de azért ez még messze van mindenképpen. Szóval a lényeg az, hogy igen, amire én gondoltam az, hogy az az időszak, hogyha a fölött tartózkodunk, az általában a bikásabb időszakra szokott vonatkozni, a 200 napos alatt pedig arra vonatkozik, hogy inkább a medvésebb időszak, amiről te beszélsz, az pedig az, hogy honnantól, ez pedig a Golden Cross, aranykereszt, de hát azért tudjátok, nem szabad egy indikátorra hagyatkozni, ezek csak ilyen főbb dolgok, amiket szoktak nézni, de azért az egész képet, a gazdasági helyzetet, a mindent egybe kell nézni, hogy a valós képet kapjuk meg. Szia Attila, egy kis technikai kérdésem lenne, kiutalása kapcsolatban lehet olyat csinálni, hogy a Binance váltóról átutaló kriptót a KuCoin váltóra, vagy előbb a MetaMask-ra kell, és utána a KuCoin segítséget előre. És köszönöm, természetesen lehet, tehát lehet nyugodtan váltós váltó között utalni. Figyeljetek arra viszont, hogy vannak bizonyos kriptovaluták, ahol memót kell megadni, tehát nem csak megadod a címet, ahova utalsz, tehát mondok egy példát neked, ahol memót kell megadni, mondjuk a Stellar. Ugye a Stellarnál, hogyha Binance-ra akarod a KuCoin-ra átutalni, akkor nem elég, hogy a küldésnél, a Binance-en ugye megadod, hogy hova küldöd a KuCoin-nak a ottan lévő Stellar címedet adod meg, hanem viszont a memót is ki kell mindenképpen tölteni, amit egyébként ott megkapsz, hogyha ott ugye fogadásra mész rá, hogy fogadni szeretnél, mert úgy, ha az itt nincs benne, az az azonosítója annak, és bizonyos kriptóknál kell, akkor ott könnyen egy kicsit elveszhet. Egyébként meg lehet találni olyan értelemben, hogy lehet, hogy amikor neki állsz levelezni, akkor a váltóval, és akkor mindent kinyomoztok, tehát nem feltétlenül fog ezt teljesen elveszni, de megnehezítheti az életedet. De olyan is volt, hogy valaki még úgyis megkapta, de nagyon-nagyon fontos ki is hangsúlyozza, hogy ha van hozzá, akkor be kell írni a Bitcoin esetében, például nincsen. Bitcoin tudsz ugye egyik váltóra a másikra üldeni, hogy simán csak megadod ugye azt a címet, a fogadó címedet. Viszont ez a memónál, ha már erről beszélek, hogyha például ilyeneket, mint a XRP-t vagy a Stellart szeretnéd Ledgerre kiküldeni, ott meg érdekes módon nem kell megadni a memót csak a két váltó közötti utalásnál kell. Na, ez csak egy adalék, de egyébként neked a válasz, hogy abszolút tudsz Binance-ről direktbe küldeni, és ne is tegyél bele akkor több csavar, több tranzakciós díjat, mert direktbe, hogyha ezt valami így szeretnéd.
Nos, köszönöm szépen akkor mára a figyelmet, holnap természetesen jövök vissza a legfrissebbekkel. Hogyha tetszik ez a tartalom, akkor nyomj egy lájkot, hiszen ez egy visszaigazolás, hogy akkor neked ezek tetszenek, és én akkor gyártjam ezeket minden nap. A TikTokon pedig látjátok, tegnap is 4 videót tettem föl, ma már 2-t, még újabb videókat fogok föltenni, villámhírek, gyors hírek, tehát ott is mindenképpen kövessétek be a Blockchain Bloom Hungary-t, és ha még nem lennél itt, akkor persze várlak szeretettel. A Blockchain Bloom Hungary-t itt a YouTube-on is feliratkozóban csengetjük összes és minden hétköznap így megkapod, így kifejtve kérdés, felelet, rovat, hírek, chartelemzés, szóval minden a legfontosabb információk minden nap meg lesznek neked és megkapod az értesítése fel, vagy iratkozva, mikor kerül fel a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap találkozunk, sziasztok!